legbiztosabb út a mennyországba. Üdvözletem, Elgrande volnék, és nem más fogunk ma bemutatni, mint a mártírokat a 2008-as botrányfilmek egyikéről. A magas feszültséggel All Interior, filmjelzett francia horror új hullám, egyik legkiválóbb darabja Pascal Laugier filmje. A salótól és az emberi százlábútól kezdve rengeteg tortúra filmet láthattunk, amelyekben volt a gyilkosoknak valamilyen motivációjuk, vagy akadt, ahol egyáltalán semmilyen sem volt. Legfeljebb öncélú, és áldozatok pedig maximum a túlérésre hajtottak, így a kínzás pedig megmaradt vásári látványosság szintjén. A francia mozi legfőbb erénye, véleményem szerint, hogy az alapséma az, hogy a kézikamerás idegrángást kap folyamatosan, és tetszetős gór mögé erősen adagol egy rituálisan is értelmezhető szellemi töbletet. Ez pedig az lenne, hogy különböztessük meg az áldozatiságot a mártírságtól. De mi is a különbség? Az alap mindkettőnél ugyanaz, csak az áldozatiság inkább kiinduló pont, amit esetleg meg lehet haladni. Az áldozat kiszolgáltatott egy többnyire profán felsőbb hatalomnak, például kannibálok, nácik, jigszerv, esetleg okkult csoportosulások, és szenved mindenféle cél nélkül, az elmebeteg testi tortúrának alávetve. Ő megmarad eszköznek, túlélési harcra, és azért öncélú, csak élni akar, visszatérni az ő profán megszokott kis világjába. A mártír ezzel ellentétben a szenvedés közben átél egy olyan belső folyamatot, amelynek révén találkozik valami túlvilágival, transzcendenssel, ami magának a szenvedésnek fog értelmet adni végre. Tehát a célja immár nem az életbe való visszatérés, hanem a túlvilágba való utazás lesz a profánszféra közbeiktatása nélkül. Nem ő a szenvedés eszköze, hanem számára eszköz a szenvedés a túlvilág felé. Leegyszerűsítve, az áldozat visszatér a földi pokolból, újra hétköznapi életet élő polgár lesz. Aztán egyszer csak meghal majd, de azt a nézőt már nem fogja nagyon érdekelni. A mártírnak nincs szüksége a hétköznapi polgári életmódra. Ő egyből a mennyországba disszidál. Profanizált világunkban azért van sokkal nagyobb keletje a földi fogyasztói világba való visszatérés mitosznak, mint a transzcendens világba utazó übermensch sztoriknak. Bár a mérce a képregény adaptációk óta átbillenni látszik, vagy legalábbis kiegyensúlyozódni. Esetleg eleve egy kitűzött cél érdekébe veti alá magának a tortúrának, mint az egyik legismertebb mártírak. A jelen filmben is egyébként megidézett Jane Dark. Innentől inkább annak ajánlanám tovább az ajánlót, aki már látta a filmet. A Mártírok című film két felvonásból áll. Lucie, a bolond pszichopata 20 éves lány egy rendezett polgári család életébe toppan be lőfegyverrel, mivel a két családfővel fölismerni véli kisgyermekkori kínzóit, akiket gyártelep sötét kamrájába zárva fosztották meg rendszeresen méltóságától és emberségétől. Vele tart gyermekkori jó barátja, Anna, aki viszont csak mellékszál a történetben. Ő az, aki próbálja lebeszélni a lányt a vérbosszúról, majd valamiképpen menteni a helyzetet, föltakarítani, eltüntetni a nyomokat. Lucy belső démonja parancsára cselekszik. Maga a démon elég félelmetes jelenség annak, aki még esetleg nem találkozott egy mesztelen szamarával. A lelkiismeret meg személyisítője. Mivel annó, amikor egy ügyes cselle kiszabadult a lány a felnőttek fogságából, ott hagyott egy másik lányt anélkül, hogy legalább a láncaitól megszabadította volna. Ő tér vissza démonként, és ezért nem éri be azzal, hogy a család kinyírása kényszerítse a lányt, hanem egyenesen magára, Lucyra veti magát egy pengével. A lány nem tiltakozik, hogyan is tiltakozna, amikor valójában ő hajtja végre a saját megkínzását. Első felvonás, boom! Ami csak azért különös, mert igazából már a film felénél járunk, és mégis végig úgy érezzük, hogy ez csupán egy prológus volt valamihez. És aztán jön a második felvonás. Anna megtalálja Lucy egykori sorstársát egy föld alatti kínzókamrában. Kiszabadítja és a lehetőségekhez mérten megtisztítja a valóban létező csontsovány, démonikus lányt. Ellátja a sebeit, kompenzálva ezzel Lucy bűnét. Mielőtt még érdekessé válna kettejük további kapcsolata, néhány fekete ruhás alak hirtelen beront és elkapja Annát. Na, kiderül, hogy valami titkos szövetség tagjai, akik ezennel belekezdenek a film főcselekmény szálába. Természetesen a megkínzott hölgyet meg úgy fejbe lövik, mint a szél.
a Martyrs szín filmtörzsét Anna megkínzása adja. Ez nekem inkább azért volt érdekes, mert a mű által megidézett kőkatolikus szenttel ellentétben itt egyfajta sámáni beavatási ritust láthatunk. A sámán egy olyan figura, aki esetenként gombával vagy monoton drum and bass megelőző dobszolóval flasheli, hogy lemegy az alvilágba, ahol akkurátusan lefejtik a csontjairól a húst, megfőzik valami fazékban, aztán újból összerakják. Mindezt azért, hogy aztán fölmászva valami magaslatra, mindenféle állatokkal kommunikálva tudást szerezzen. És végül visszatérve a profán világba, többek között embereket gyógyítson. Konkrétan a sarkvidéki elmebaj egy formáját állapították meg okos profán szférabeli pszichológusok az eurázsiai sámánoknál. Kicsit figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy a spirituális vezetőke fajtája létezik például a polinész szigétvilág népeinél is. A katolikus mártíromság és a sámán beavatási folyamata nagyon sok hasonlóságot mutat. Annak ellenére, hogy a mártír igazából nem tér vissza a földi létbe. A beavatási átszellemülési metódus a lényeg. Aki többet akar tudni erről, annak ajánlom egy könnyen olvasható vallástörténészt, ő Mircea Eliade névre hallgat. Továbbá ajánlom még Bács Fidiana ex-vallástörténész egyetlen normálisnak, sőt talán kiválónak, mondható tanulmányát is, címe Aranykor mítoszok és a visszatérés. Vonatkoztassunk el most a hölgy személyétől. Nincs szó ebben a filmben sem katolicizmusról, sem ezotériáról, itt a tortúrát végző csoportról nem is lehet tudni, hogy miféle vallási eszmeiség nevében hajtja végre amúgy ezt a cselekedetet. A lényeg csak annyi, hogy a középkorú öreg, fekete ruhás decens urak és az úrhölgyek számára, hogy ebben a világban, amelyben mindenki áldozat, találjanak egy olyan eszmét, aki a szenvedés által meg tudja tapasztalni az abszolút jó. Mint annó Jézus, teszem hozzá én, ha figyelembe vesszük, hogy a keresztény szellemiség szerint ugyanúgy a végső a jó, a megváltás nevében szenvedett ki egy ember, a keresztfám? Minden további szent és mártír sorsa ugyanez. Meg kell ismételni, ami egyszer bevált. Ezt hívja a szaknyelv imitatio Deinek, vagyis az istenség utánzásának. Annára a filmben ugyanez a sors vár. Végül megtapasztalja az abszolút jót. De hogy milyen úton, le kell menni először is az alvilágba. A föld alatti kínzókamra remek asszociáció a sámán alvilágjárására, amiről fentebb beszéltem. Jézus 40 napos sivatagi böjtjének is hasonló célja volt, csak ez esetben önkínzásról volt szó. Nos hát nézzük akkor lépésről lépésre. Nagyon hangsúlyos és többször is visszatérő motívum a filmben a létra. Ezen jut le Anna a kínzókamrába, és ezen közlekednek a kínzók is. A sámán szertartásokkal ellentétben ez itt nem fölfelé, hanem lefelé vezet az alvilágba. Ám paradox módon mégis az alvilágba fogja meglelni Anna a megváltást, tehát felfogható ez a leszállási aktus egyfajta fordított égbeemelkedésként is. A sámánnak próbatételeket kell kiállni az alvilágban, amelyek jelenlegi testi valóját alaposan kikezdik, s gyakorlatilag arra ösztökélik, hogy haladja meg a testi létmódot, és induljon el a szellemi irányba. Ennek egyik lépése, ami megszokott világunkban jelenlévő férfinői szerepkör elhagyása. Anna, mint nő, először is szembesül a maszkulinitás megsemmisítő erejével. Itt konkrétan egy nagy darab kopaszálat pofozza és rugdossa a végtelenségig. Majd következik a megfosztás a másodlagos nemi jegyektől. Ez szimbolizálja a hajlevágás például. Ezáltal egy nemek közötti létbe taszítódik, ahol elmosódik a férfi és női entitás, ami az avatási rítusok egyik általános kelléke. Férfiak beavatási rítusaként egyes törzsek megkövetelik az ifjaktól a nőként való létezést. Akár úgy, hogy férfivá válásuk előtt női ruhákba kellett mutatkozniuk, akár úgy, hogy homoszexuális aktust üzzenek egy másik beadandóval. Itt utalnék arra a furcsa jelenetre, amelyben Anna megcsokolja Lucyt. Következik az önkívületi állapot elérése, varázsszavak, tökéletesen értelmetlen semmiségek mormolása, ez a hinduizmusról, a szufi miszticizmusról át egyébként minden egyes rítus fontos kelléke. S ha sikerült mindezek nyomán átkerülni a transzcendes szférába, legalább egy alacsony fokon, akkor jó esélye van a sámánnak, hogy megtalálja az ő segítő lényét, egy japánosan shikigamit, ami segíteni és vezetni fogja őt oda át.
általános vonás, hogy a sámán egy őt segítő állat tulajdonságával ruházódik fel. Ilyen állat lehet egy medve, farkas, sólyom, vagy modern városi sámánok esetében delfin vagy szúnyog. Anna segítőjeként Lucyt találta meg, helyesebben Lucy szólt hozzá, és a bátorság erényére sarkalta. Ha megvan a transzcendens lény, akkor a kínzás elviselésének lesz egy magasabb rendű célja. Egyrészt egzisztenciális síkra vezető bátorság, ami nem engedi meg, hogy az emberi lét alá taszítódjon a személy, másrészt kifejezetten a nagybetűs cél, a megszabadulás, az átmenet a transzcendens szférájába. Anna, mint kínzói megállapítják, már más létségben mozog. Ezt a szemei járulják el. Itt kapunk egy szép utalást Carl Theodor Dreyer 1928-as klasszikus Jeanne d'Arc-jára, a két arc kifejezés egy és ugyanaz. Végül a transformáció utolsó állomásához érkezünk. A teljes testi szétdarabolás, az emberi lény teljes megsemmisülése, majd újbóli összerakás. Ez a véres aktus a teljes újjászületést ma hivatva elősegíteni. Azzal a különbséggel, hogy míg a sámán feldarabolói össze is rakják és új pályára állítják a beavatottat, addig a katolikus mártír kínzói, például Jeanne d'Arc inkvizítorai, a túlvilágra bízzák a megtisztelő feladatot, nyilván majd odafönt elintézik, hogy szegény párja elnyerje valahogy az üdvöt. Hogy Annára mi vár, az maradjon itt titokban. A lényeg, hogyha ezt az utolsó próbatételt túléli, és eljut a másik létségbe, akkor igazi mártír. A sámára ezúttal még további feladatok várnak, de a sámánizmus szimbolikája itt ér véget a filmben. A film szerkezete egy archetipikus, mítosz kétszemélyes, kifordított rekonstrukciója. Ismeretes számos teremtés mítoszban, hogy kezdetben vala az aranykor, ám ez valamilyen tipikusan emberi ősbűn következtében szétfoszlott, s az emberre innentól csak a szenvedés méretet. Ezért a földi létségon egzisztáló ember legfőbb feladata vallási rítusokkal helyreállítani az egykor létezett abszolút jót, szépet, elősegíteni az új aranykor létrejöttét. Paradox módon filmünkben kezdetben vala a szenvedés, ami azért felel meg egyfajta aranykornak, mert a kínzók célja éppen a vallási megvilágosodás volt. Bűn és erény egyébként átláthatatlan módon keveredik a filmben, nyilván reflektálva korunk kiismerhetetlenségére. Lucy volt az, aki elkövette az ősbűnt azzal, hogy nem szabadította meg a láncra vert társát. Sorsa ezért a lelkiismereti démonná vált sorstárs általi halál, igazából önpusztítás. Vagy nevezhetjük destruktív öntudatnak. Ami a második bűn, Annának a messianisztikus, egyben sámáni tulajdonságokkal felruházott lánynak kell a világ megbomlott egységét helyreállítani a lezajlott cselekedetek visszafelé történő eljátszásával, ez a fordított imitésődei. Először is kiszabadítja a húsvér immár démonikus vonásaitól megszabadított sorstársat, majd aláveti magát a kívülről rákényszerített tortúrának, melynek végül is nem az lesz a következménye, hogy az egész világ megmenekül, hanem hogy egyedül ő túllépve a fizikai határokat, megdicsőül, megvilágosodik, hisz megkapja az információt az élet nagy kérdésére. Ezzel válik az önpusztítás szentjévé. A kínzóit meg gyakorlatilag ott hagyja nyakig a szarba, azok már innentől tök felesleges lények a személyes megváltásban. Nos, ez lett volna a Mártírok kisebb elemzése. Köszönöm, ha itt voltál és élvezted az előadást. Ha tetszett, iratkozz fel, írd le kommentben a véleményed erről az egész érdekes filmtémáról, illetve a mártírság entitásáról. Legyen további szép napod, ciao! We'll be right back.